Robert vagyok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban az Isle of Trains All Aboard című játék egyszemélyes előkészületeit fogom bemutatni. Na, hát ebben a játékban, ahogy az a doboz képen is nagyon jól látható, egy vonatot kell majd nekünk összeraknunk, amellyel utasokat, valamint különböző árukat kell majd leszállítanunk egy szigeten, ahogy arra a cím is utal. Egy kártyátéka van dolgunk, mert 1-től 4 végig lehet játszani, mi természetesen az egyfős változatot fogjuk most kipróbálni. Mechanikáit tekintve lesz itt majd multifunkciós kártya, valamint egy kis engine building. Na most, amit még érdemes tudni a játékról, hogy tulajdonképpen ez nem egy új játék. 2014-ben jelent meg először, és ha jól emlékszem, akkoriban egy kb. Akkora dobozban volt, mint a Királyi Áru című játék. Aztán idén a Dranda Games, akikkel egyébként már találkozhattatok a csatornán a Solarstorm kapcsán, felkarolta a játékot, és újra kiadta, felturbózták a grafikát, a komponens minőséget, és hozzá is adtak a játékhoz tartalmilag. Na, mielőtt elkezdenénk az előkészületeket, ha már meg lett említve a szokásos referenciánk, a Királyi Áru című játék, mindenképpen érdemes megnézni a doboznak a méreteit, mert hogy, ahogy azt láthatjátok, bár valamivel azért nagyobb, mint a Királyi Áru című játék, de én szerintem ez még bőven utazó méret kategórián belül van. Na, és akkor én szerintem ne is húzzuk tovább az időt, nézzük, hogy mi van a dobozban. Már is indítom az órát, ahogy szoktuk. A doboz belseje szépen ki van dolgozva. Mindenképpen egy piros pont. Van itt egy szabály, ezt ide teszem magam mellé, hogyha szükség lenne rá. Van nekünk itt egy kis zsák, ebben vannak a utasok. Majd innen fogjuk ezeket húzni. Aztán vannak itt ilyen kis lapkák, kártyák, mint győzelmi pont tokenek, és a többire nem is lesz most szükségünk. Ennek ide rakunk egy kis tárolót, aztán nézzük a kártyákat. Az első lépésben a kártyák közül elő kell venni azokat, amelyekből majd egy szigetet fogunk kialakítani. Ez 6 darab kártya, legalábbis egy fős játék esetén. Azt hiszem 4 fő esetén kell még egy kártya, egy hetedik, ami majd ide fog jönni. Aztán minden játékos kap egy ilyen játékos segédletet, minden játékos kap egy ilyen mozdonyt, egy ilyen egyes szintű mozdonykártyát. Itt van a többi segédlet, valamint itt van az a sziget kártya, ami 4 fős játék esetén kell, ez jönne ide. De erre most ugye nincs szükségünk, vissza is megy a dobozba, és az összes többi kártyát pedig meg lehet keverni. Ebből majd itt kialakítunk egy húzópaklit. Aztán itt vannak nekünk ezek a ilyen, hát, ha jól emlékszem, úgy hívja a játék ezeket, ilyen jegylapka. Ezekre kell majd az utasokat szállítanunk. Megkeverem, és mindjárt minden egyes helyszínre kell majd rakni egyet. Itt vannak a helyszíneknek a nevei. Azt mondja, hogy Flint Beach, Devon City, azt mondja Billingtons, ide, Cactus, Mines és Camp Eagle, ez pedig ide, és tulajdonképpen ennyi, kezdünk innen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ezek jönnek így, ezek alá. A többire most nem lesz szükségünk, erre igazából több fős játék esetén van szükség, úgyhogy ez is megy vissza a dobozba. Kapunk 2 ilyen kis utast, ezt kirakhatjuk magunk mellé, és akkor ezen kívül ki kell alakítanunk még itt 1-2-3 labból egy kínálatot, valamint kézbe 1-2-3-4-5 darab kártyát fogunk kapni, és majd ezzel fogunk dolgozni. És azt nézem, hogy hogy fogunk elférni, mert hogy
Lehet, hogy elég hosszú lesz ez a mozdony, de ha úgy lesz, akkor majd ezeket a kártyákat egy picit átcsoportosítom. És akkor én szerintem igazából ennyi, mert állíthatom is a órát, mert hogy igazából tényleg ennyi volt az előkészület, hogy láthattátok, nagyon gyorsan előkészíthető így egy főre, de egyébként több főre sem bonyolultabb, annyi, hogy mindenkinek ki kell venni a pakliból egy ilyen egyes szintű mozdonyt, meg mindenki kap ugye kezdőkártyákat, meg utasokat, és igazából ennyi, meg még ugye, amit visszaraktunk, azt a lapkát, ezekből ki kell alakítani egy ilyen sínt, meg van egy ilyen jelölő, ami igazából a játék végé eseményt fogja majd jelölni, de nekünk erre most nincs szükségünk, hogy igazából meg is vagyunk. Na, hát szerintem ne is húzzuk tovább az időt, hanem nézzük is akkor, hogy hogyan működik maga a játék.